セイレン株式会社代表取締役会長 CEO の川田でございます。この度セイレンのグローバル拠点としてハンガリーのペーチに車両用合成皮革の工場を建設することになりました。Videó üzenetben mutatta be vállalatát és számolt be a magyarországi betelepülésükről a beruházást bejelentő tájékoztatón a Pécset termelőüzemet nyitó japán cég elnöke április 16-án. A külgazdasági és külügyminisztériumban tartották az eseményt Budapesten, ahol a térség országgyűlési képviselője is jelen volt, akit a beruházáshoz vezető útról is kérdeztünk. Azt gondolom, hogy nem csak az számít nekünk, hogy itt most egy 15 milliárdos nagy beruházás keletkezik, amelyet nyilván nem fognak a hátukra venni és elvinni majd innen a japánok. Az is számít, hogy ennek az ösztönzésében a magyar kormány közel 5 milliárd forintos visszanemtérítendő támogatással segítette a döntéshozatalt, és természetesen a pécsi félnek is gyorsan kellett reagálnia a licit alkalmával, hiszen versenyben voltunk az európai országok között, ez a verseny leszűkült a végén 2 országra, Lengyelországra és Magyarországra, és Magyarországon belül egy hónappal ezelőtt Szijjártó miniszter úr Japánban tett tárgyalásai alkalmával már a magyarországi helyszínek versenyeztetése történt, és az utolsó 4-5 hétben pedig a pécsi ajánlatot kellett úgy kisubickolni, hogy az kerüljön első helyre. És a végleges döntést a japán fél egyébként ezen a héten hétfőn hozta csak meg. Tehát egy nagyon intenzív, nem túl hosszú idejű, intenzív tárgyalássorozat és erős versenyfutás eredményezte ezt a sikert. 170 új munkahely azonnal keletkezik ebből a 15 milliárdos gyárépítésből, és ugye újabb autóipari beszállító cég érkezik. 11 a világban létrejött országban gyárt már ez a japán cég, azonban az első európai gyárát itt Pécsett építi fel. A Seren autóipari beszállítóként szintetikus bőrkárpitot gyárt majd a déli ipari parkban a Baranyai megyeszékhelyen, de a termelés beindításához egy gyártócsarnokot kell építeniük, amiben segíti a japánokat a pécsi önkormányzat. Kifejezetten fontos szempont volt nekik, hogy nyáron megindulhasson a beruházás, ezért már most 23 hektárt vásárolnak meg a déli ipari parkban. Ennek a körülbelül a fele 11-12 hektárnak a föld munkái már most tervezési szinten jövő héten elindulnak. Ugye már túl vagyunk az előkészítési, tervezési, átvilágítási szakaszokon az elmúlt másfél-két hónapban, tehát mind a pénzügyi átvilágítók, mind a mérnökök, mind a tervezői körrel is megedde meg volt az első hivatalos nagy tárgyalása a városnak. Ugye innen is egy olyan tárgyalásra megyek, ami már a földmunkával kapcsolatos, utat is kerészben építenünk, és azt gondoljuk, hogy az ő elmondásuk szerint 23 nyarán már nyit a gyár, és ugye miután még egy ekkora területet megvettek, ott már a közműigényeket megkaptuk a további fejlesztéshez, alapvetően minden rendelkezésre való szóval 3 fejlesztést kell még tennünk. A munkaerő részében, ugye az első körben ez a 170 fő bővítés indul, ugye azt, ahogy elmondta az elnök is, a MÁSZ Seren csoport elnök egy több további lépésben is gondolkodnak, tehát mi nagyon bízunk abból, hogy lesz további fejlesztés is Pécsen. A bejelentés után a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara főtitkárát is megkerestük, hogy mondja el a gazdasági érdekképviselet véleményét az újabb külföldi befektetésről. Láttunk már kis, közepes nagy befektetést külföldi működőtőkét Baranyában és Pécset. Ezekből oltári hiány van. Baranya megye most már évtizede utolsó a külföldi működőtőkkel volumenét tekintve. Mi azt gondoljuk, és 2016 óta a kamarai testületi vezetőkkel, cégtulajdonosokkal leülve nagyjából ugyanazt mondjuk, szükség van, szükség lehet, és a munkaerőpiac elbírja, még ha kifeszítve is. 10-20, 300 kötőjel 500 fős külföldi vállalatnak az ide telepítését. Azért fontosak a külföldi vállalatok, mert hoznak egy vállalati kultúrát magukkal, foglalkoztatnak, tőkeerősek, de csak akkor jó, hogyha jön a külföldi működő tőke, hogyha, persze ez az idealisztikus állapot, hogyha a hozzáadott értéket itt hagyják. Magyarul nem csak ez a Chaplini összeszerelés zajlik, hanem használjanak technikus
mérnök kollégákat is. Ez ugye nagyon fontos az egyetem számára is, mert akkor az itt végzetteknek azonnal Pécsen munkalehetőséget tudnak biztosítani. A másik, hogyha hazai családi vállalkozások beszállítóként tudnak közreműködni. Akár a gyártelepítés, gyárépítés, technológiai szerelés, akár a működés során. Tehát, hogyha ez a harmónia megvalósul, akkor azt gondolom, hogy az új japán befektető érkezése is hasznos lesz a város és a megye számára. De ezek hiányában egy kicsit egy ilyen pontszerű fejlesztés lesz, ami például a munkaerőpiacban fog óriási feszítést és új kihívásokat jelentene. A Szerencsoport 19 leányvállalata több mint 6000 embernek ad munkát szerte a világon. Európában azonban a Pécsi lesz az első gyáruk.